My name is Alice. I work for the Umbrella Corporation, developing experimental viral weaponry. There was an accident, and everybody died. The trouble was, they didn't stay dead. We're reopening the hive. I want to know what went on down there. A film arról szól, hogy elszabadul a T-vírus a kaptárból, a Raccoon City alatt lévő föld alatti laborból, hogy magát a várost is megfertőzze. Arról szól, hogy életre kelnek a holtak. A halál után mindössze néhány perccel maguk is nem holttá alakulnak. A film azzal kezdődik, hogy a gonosz rászabadul a városra. És Jill Valentine, a Milla által alakított Alice figurájával együtt, abban a helyzetben találja magát, hogy rajtuk kívül alig maradt túlélő az utcákon. Meg kell védeniük önmagukat, meg kell menteniük valaki életét, ki kell jutniuk a városból, mielőtt felrobbantják, és embermilliók pusztulnak el. Ott kezdtük a forgatást, ahol az első rész véget ért. Eredetileg is ez volt a terv. Nagy záróképet terveztünk, emlékezeteset, ami mindenkire nagy hatást gyakorol. Ezért hoztuk ki Alice-t a kaptárból, a föld alól, ki Raccoon City-be. Itt zajlik aztán a teljes második rész. Az volt benne az izgalmas, hogy az első rész teljes egészében egy képzeletbeli zárt térben játszódik. A második viszont egy normális észak-amerikai város hétköznapi világában. Az első rész a kaptárban játszódott, egy föld alatti laboratóriumban, amelyet megnyitottak, így a fertőzés kiszabadult a kaptárból, és elárasztotta az egész várost. Kezdi sorra átalakítani az embereket, akik zombikká válnak, szörnyű teremtmények bukkannak elő. Tehát a maga módján egészen más, mint az első rész, mert javarészt szabadtéren játszódik a városban. Úgy döntöttünk, hogy Alice ezúttal folyton harcra kész legyen. Az előző filmben kissé tétován botladozott, most viszont tudja, mit öldöglik a légy, ezért aztán alkalomhoz öltözik. Ráadásul Raccoon City-ben hőhullám tombol, ezért van a lányokon olyan kevés ruha, csak is a hőhullám miatt. I count three of them. They got us boxed in. What are we gonna do? Let's go. We're gonna need more ammo. I'm out. Én Carlos Oliveira szerepében tündöklöm. Ő a Védernyővállalat kommandós egységének tagja. Elküldik Raccoon City-be, hogy megmentse a Védernyő egyik alkalmazottját, hogy kijuttassa a városból. De időközben úgy dönt, hogy ellenszegül a parancsnak, és megpróbál kimenteni egy nőt a zombik karmai közül úgy, hogy kiugrik egy helikopterből. Hősiesen viselkedik. Ezek után őt és a társait sorsára hagyja a Védernyővállalat a városban, és csatlakoznak a jókhoz. Ki akarnak jutni a városból, és harcolnak a vállalat ellen. Számomra a Védernyővállalat a mindannyiunkban rejlő félelmet jelképezi, miszerint hatalmas konszernek uralkodnak a világ fölött. Gyakran eszembe ötlik ez a gondolat, hogy ez a sors, ez a végzet vár ránk. A Védernyő tehát azt a félelmet testesíti meg, hogy létezik egy cég, egy vállalat, egy konglomerátum, ami mindent ellenőriz.
This presents a perfect opportunity. Ensure all data streams are recorded. Az első részben Elise azért küzdött, hogy lezárják a föld alatti laboratóriumot. Ebben a filmben már génkísérleteket folytatnak vele. They did something to me. They changed me. Heightened speed, strength, agility. All she knows is that. Csak annyit tud, hogy ha a védernyő vállalat Eleven fegyverré változtatta, akkor önmagát fordítja ellenük, és meg is teszi. Komoly edzésprogramot csináltam végig a forgatás előtt, 4,5 hónappal ezelőtt kezdtem. És azt kell mondanom, hogy nagyon jó hatással volt rám. Mert ha az ember napi 3 órán át edz, akkor sokkal felkészültebb lesz, sokkal jobban érzi magát, sokkal több energia lesz benne. Egyértelmű, hogy sokkal nyitottabban tekint a világra. Ha napi 3 órán át harcművészeti gyakorlatokat végzel, az fantasztikus. Megkedveled. Én legalábbis megszerettem. Imádtam ninját játszani. Féktelen harci düh, rengeteg energia. Tombol benne az erő, amit jó sok küzdelemben kamatoztathat. Ki kell verekednie magát a káoszból. Ebben a filmben nagyon sok akció van. Elisen kívül színre lép Jill Valentine is, aki a számítógépes játék híres bálványa volt. Olyat jó alakítani, akit szeretsz, akinek élvezed, hogy a bőrébe bújhatsz, örömet okoz, akivé szívesen válnál. És én szívesen lennék olyan, mint Jill. Folyton gyilkolásra kész, azt mond, amire kedve szottyan. Ha valaki nincs ínyére, azt lepuffantja. Nem lehet újat húzni vele. És épp ez a klassz benne, hogy kiáll magáért. Nagyon klassz. Hosszan kutattunk a megfelelő Jill Valentine után, mert tudtuk, hogy nem csak a mozi látogatók, hanem a játékosok kedvét is kell keresnünk. A lehető legjobb Jill Valentine-t akartuk. A játéknak nagy rajongója vagyok, és mikor első nap a díszletben hirtelen felbukkant egy lány, magamon kívül voltam. Uramisten, hiszen ez maga Jill. A legnagyobb meglepetés akkor ért, mikor felvettem a játék alapján készített jelmezt. És megmutatták nekem Jill képét. Tisztán látszott, ahogy ott izeg mozog a képernyőn a játékban. Pont úgy nézett ki. Hihetetlen volt, szinte félelmetes. A film több helyszíne úgy néz ki, mintha a játékból vágták volna ki. Persze a film a játék alapján készült. És nyilván épp az volt a cél, hogy azok, akik már játszották, akik már ismerik a játékot, felismerjék az egyes helyszíneket. Egy templomban keresnek menedéket, ahol meg kell szabadulniuk 3 szörnyetektől, akik már beköltöztek oda. Aztán megérkezik hozzájuk Elise, aki az ablakot darabokra zúzva szágult be a motorján, és átveszi az irányítást a kis csoport fölött. Át kellett törni az üveget, és látványosan földet érni a másik oldalon. De a nyilvánvalóan korlátozott méretek miatt a sebességet kellett fokoznunk, és végül is ezt a megoldást választottuk. Úgy oldottuk meg, hogy a motorkerékpárt és utasát kábelekkel rögzítettük, amiket a díszleten kívül helyeztünk el és működtettünk. Szilánkok közt száguld át az üvegen, a kaszkadőr teste pedig fizikai kontaktusba kerül a szerteszét röpködő üvegszilánkokkal. 1, 2, 3, mehet! A kaszkadőrünk fantasztikus nőszemély. Egyike a legeszelősebbeknek. Teljesen őrült a csaj. Még soha senki nem látott hozzáfoghatót. Soha. Move!
Látják ezt a házat? Nézzék meg, milyen magas. Az a feladat, hogy le kell rohanni az épület oldalán. Az, hogy 80 méter magas, még nem jelenti, hogy nem lennék képes megcsinálni. Mondtam is a rendezőnek, de nem engedte. Szóval a kaszkadőr lerohant a házról. Szó szerint lerohant. Egyetlen kábelen. Teljes sebességgel. Nem viccelt. Nem maga a felvétel volt érdekes, bár még sosem csináltak ilyet, hanem az, ahogy előkészítettük a jelenetet. Először azt látjuk, hogy Alice vízszintesen fut végig az épületen. És lássuk be, ebben nincs semmi izgalmas. Aztán a kamera elkezd forogni, és más szemszöget vesz fel, és felfelé néz, és látjuk, hogy valójában lefelé fut az épületről. Ezt szokták ausztrál trükknek nevezni. Valószínűleg úgy tűnik, hogy sok drága speciális effektet alkalmaztunk, de valójában többet közülük kamerával rögzítettünk, így sokkal hatásosabban. A Nemesis alakját is a számítógépes játékból vettük, de az alakításhoz fantasztikus kaszkadőr teljesítmény kellett. Jöhet! A sminkkel sem volt könnyű dolga. Ráadásul megkapta ezt a hihetetlenül nehéz és zajos fegyvert. Nem volt könnyű. Most látható először filmvásznon, amint valaki kézi fegyverként használja egy helikopter gépágyúját. Egy helikopterét! Van itt minden, ami kell. Gyönyörű nők, fegyverek, egy csomó halomra lőtt zombi, rengeteg akció, humor. Lényegesen több látványosságot nyújtunk, mint amennyi az első részben volt. Szórakoztató, lenyűgöző, frankó. Ez egyszerre science fiction, horror és akciófilm. Szóval mindenből található benne egy csipet. A közönség élvezni fogja. A játék ismerői számára még érdekesebb lesz, mert egyes helyszíneket egyenesen magából a játékból vettünk át. Remélhetőleg annyira oda lesznek érte, hogy újra megnézik. Mindenki meg akarja nézni a filmet. Az akciók látványosak, a sztori frankó, a befejezés meglepő. Jól felépített karakterek, a színészek jól játszanak. Ez egy jó film. Ha megnézted, felhívod a haverodat, hogy ha ő el akar menni, szívesen megnéznéd vele újra. Szerintem biztos nem okozunk csalódást a rajongóknak.